Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Az Aktív Magyarország mozgalom egyik megyei aktivistáját is kitüntették a múlt héten Siófokon. Deák Attila vendégünk lesz hamarosan, de előtte nézzük, hogy még mivel foglalkozunk ma. Építőipari gondok, nő az alapanyagára és munkaerőhiánnyal is küzdenek. Szállás a dolgozóknak, modern munkásszálló épült Nyírkaráciban. Elismerés, Aktív Magyarországért díjat kapott Deák Attila. Vannak olyan építőanyagok, amelyekhez alig lehet hozzájutni, másoknak jelentősen és napról napra drágul az áruk. Emellett alig találni szakképzett munkaerőt is. Gondok vannak bőven, de mi lehet a kiút? Erről kérdezem Zsatku Lászlót, az egyik megyei építőipari cég ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önök is tapasztalják akkor, hogy gondok vannak bőven? Az építőanyagárak ugye azért megemelkedtek, minden egyes építőanyag ára megemelkedett az elmúlt időszakban? Igen, hát a felsorolt problémákkal, amiket ön említett a bevezető részben, hát mindegyikkel nap mint nap találkozunk. Akkor ha az árakra fókuszálunk először, hát nincs kúrens anyag, majdnem azt mondhatnám, hogy minden az most, és van olyan időszak, amikor ilyen szofisztikált anyag hiányzik, például, mint hogy kőburkolat vagy szegélykő, tehát van, amikor az sincs. Most egyébként talán a hőszigetelő anyagok, a kőzetgyapot és az egyéb homlokzati hőszigetelő anyagok, az acél, amiből hatalmas mennyiség kell egy épülethez, ezek hiányoznak, és ugye ezeknek a feltalálási helye is korlátozott, tehát az acél azért nem találjuk meg minden kis településen, ahol hozzá lehet jutni. Gondolom azért van rálátása a tekintetben a piacra, hogy el tudja mondani, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ilyen hiány alakult ki a piacon? Hát én azt gondolom, hogy volt egy hosszabb időszak, amikor nem volt folyamatosan szükség ezekre az anyagokra. Nyilván akkor a termelésnek, a előállításnak az intenzitása lecsökkent. Most, amikor újraindulnak, ezek ilyen hektikusan, nem kiszámítható módon, ezek a folyamatok, amelyek elnyelik ezt a sok anyagot, akkor ezeket pótolni kell, hiszen az építőanyaggyártásban is sok-sok embert foglalkoztatnak, ezeket nem lehetett a levegőbe, amikor nem volt olyan nagy felvételi igény az anyagok irányába. Vagy, bocsánat, mikor nem volt? Hát akkor, amikor egy kicsit vissza a hullám. Akkor kicsit vissza is esett, tényleg? Visszaesett, igen. És akkor nyilván az embereket sem tudták fizetni, az el nem végzett munka veszteséget okozott volna. Ezt nagyon sokszor nem lehet ennyire pontosan végesek a raktári kapacitások, tehát nagyon sok esetben megszakadhatott egy folyamat, amit újraindítani igazán volt nehéz, és a piacon ez okozhatott gondot, de ha csak az anyaghiányra gondolunk, még mindig nem találtuk meg az igazságot teljes mélységében, mert sokszor van olyan, hogy szállítási kapacitás nincs most. Volt olyan információm, hogy a kocsi megpakolva mondjuk kint van Németországban, de nem találnak rá sofőrt, aki elhozná mondjuk például Magyarországra. Ennek a Németországban zajló egészségügyi folyamatok is az okai, illetve az, hogy a kelet-európai sofőrök is sarkukra álltak és megpróbálnak ugyanolyan javadalmazást elérni, mint amit a nyugati társaik már esetleg korábban megkaptak, és ez okoz némi feszültséget, meg az ellátásban zavart. Akkor most tényleg nem egyszerű az építőiparban dolgozók élete, ilyen mindennapos, fokozatos stressz, azt lehetne mondani? Mert hogyha van anyag, akkor lehet, hogy brutálisan drága, vagy nem tudják akkor ezek szerint elhozni a kijelölt helyre. A stressz... Éppen nincs anyag. A stressz az életünk része folyamatosan. Szerencse, hogy elég régóta foglalkozunk ezzel a területtel, és nagyon jó kapcsolatrendszert működtetünk, és azért a segítő szó is sokat ér, hogyha valaki ötletet ad, hogy hogyan tudnánk az adott folyamatokon úrrá lenni, hiszen régi kapcsolataink vannak, és ezeket tudjuk mozgósítani. Tehát akkor úrrá tudnak lenni rajta. Igyekszünk. Vannak még különféle eszközök, mondjuk begyűjteni építőanyagokat, olyanokat, vagy esetleg olyan építőanyag állománnyal rendelkezni, amelyet nem most vásároltak, hanem már korábban felhalmoztak? Igen, sőt, most is ezen dolgozunk. A következő projektjeink számára is a jelentős, meghatározó anyagokat igyekszünk most beszerezni, mert folyamatos áremelésekről hallani. Még most, még az idén is lehet, hogy van, aminek emelkedik az ára, de januártól biztosan. Tehát itt most az, mivel tudjuk a következő projektünket, hogy mi kell hozzá, vagy mely dolgok szükségesek hozzá, ezért bizony ezeknek a beszerzésén is fáradozunk immár. No, eddig önökről beszéltünk, most beszéljük egy kicsikét a fogyasztóról, magyarán a vásárlóról, aki lakást szeretne vásárolni. Hogyan kalkulálhat
egyáltalán. Tehát, hogyha ő szeretne vásárolni egy lakást, akkor, és van rá egy fix összege, akkor ne kalkuláljon azzal a fix összeggel, kalkuláljon, számoljon rá. Kalkuláljon, csak most nagyon alaposan szét kell nézni a piacon, nem csak a lakáspiacon, vagy az építőanyagpiacon, hanem például hitelintézeteknél, vagy a pénzügyi szervezeteknél is érdemes tájékozódni. Én egyébként úgy tapasztalom, hogy például a fiatalok igen jól tudják használni a mai technikai eszközöket, és megtalálják általában azokat a lehetőségeket, amelyet a hétköznapi életükben is használnak, de erre immár a közös otthonteremtésre szolgáló tevékenységükben is megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyek ezt kedvezőbbé tudják tenni számukra. Mire gondol? Hát arra, hogy felkutatják az ingatlanoknak a helyét, például, hogy hol érdemes telket venni, milyen anyagokból, mennyire legyen ez az épület korszerű. Tehát van olyan, aki tudja, hogy például nem egy fővárosi, nagyon frekventált területen fog, ha Pest környékén is él vagy dolgozik, hanem kimegy valamelyik agglomerációba, vagy egy kevésbé felkapott területre. Itt Nyíregyházán is vannak, tudjuk jól, nagyon felkapott területek, és vannak kevésbé felkapott területek. Általában nekem most több kollégám is, de a gyermekeim is házasságkötésen vannak túl, tehát ők már nagyon-nagyon tudják, hogy mit szeretnének, és nem tétlenkednek, akár egy-két-három hónap elteltével is már jelentős előremozdulás tapasztalt, hogy most felújít, vagy újat épít. De általában egyébként itt a mi környékünkön megtalálható az is, hogy a településeken vesznek egy kis öregebb épületet, és azt fogják ők akár saját erő, saját fizikai erő beleadásával is felújítani, de nagyon mennek az itteni városi lakásvásárlások is. A fiatalabbak általában kevesebb négyzetmétert kitevő lakásokat vesznek, hogy meg tudják fizetni, majd tovább lépnek, hogyha a család gyarapodik, és van az idősebbek is, akik már kirepült a családnak a zöme, akkor ők is így igyekeznek nem fenntartani egy nagyon nagy négyzetméteres lakást, hanem egy korszerű, energiatakarékos, kisebb léptékű lapást irányába viszik el az igényüket. Viszont azért gondolom van egy adott büdzsé, tehát egy család, ugye van egy önerő, ennyit akkor tudunk finanszírozni, és akkor ennyi hitelt pedig fel tudunk venni hozzá. No, már most, ha gondolkodnak, akkor 100 egységgel, de mégis időközben ugye változnak az árak, erre hogyan tudnak reagálni, hiszen hát sok esetben 1-2 millió forint plusz is azért komoly problémákat tud okozni. Igen. Milyen tanácsot tud egyébként adni? A legjobb tanács az, amit saját magunknak is szoktunk adni, hogy amikor a terveket elkészítjük, akkor ideje korán le kell kötni az anyagokat. Nyilván aki nem rendelkezik szakmai tapasztalattal, neki a kivitelezői kapacitást is le kell kötni, és körültekintő szerződések alapján kell elindítani egy ilyen, akár több éven is áthúzódó projektet, hiszen ez nem 3 hónapos lesz valószínűleg, még a legkorszerűbb családi házépítő technológiákkal sem. Hogyha új lakásvásárlásról van szó, akkor önök fix árat mondanak, vagy inkább azt mondják, hogy tólig négyzetméter árban lehet kalkulálni? Mi teljesen fix árat mondunk. Tehát ha hozzánk valaki eljön, akkor kiválaszt egy olyan ütemben egy lakást, ami még eladó. Ez egyébként nagyon fontos, hogy minél hamarabb tegyék meg, hiszen napról napra elmondhatjuk azt, hogy a lakások még nincsenek szerkezetkész állapotban sem, és már a 2/3 is elfogy időnként. Tehát mindenképpen mi fix árat mondunk, a határidőt is lerögzítjük, nyilván nem már egy egészen pontos napra, de meg hamar határoz, hogy mikorra kell ezt átadnunk, és akkor a ár nem változik már. Tehát akkor az elmondható, ugye, hogy fél szóban említette, vagy felmondatban, hogy igény az van. Tehát, hogy továbbra is van. Nagyon nagy igény van, annak ellenére, hogy emelkednek az építőanyagárak. Hát gondolom azért ez az állami támogatásoknak is köszönhető. Nem, hát gondoljunk abba bele, hogy az embereknek az életállapota folyamatosan változik. Jönnek létre új családok, születnek gyerekek, kirepülnek. Mi azt ismertük fel pont az egyik ilyen piaci konstrukciókkal, hogy az emberek mindig van igény a lakás iránt, csak hozzá kell őket segíteni, hogy az induló küszöb ne akadályozza meg az egészet, és ezért van olyan konstrukció, amelyel lehet segíteni, hogy aki esetleg sose gondolt volna, hogy saját lakása lesz, tudjon elindulni, tudjon lakni, és közben törleszt, és utána egy banki finanszírozás egy megfelelő mérföldkönnyel becsatolható, becsatornázható, és akkor lesz egy saját lakása ennek a valakinek.
Úgyhogy ebben tud segíteni egy vállalkozó, aki ezzel foglalkozik, erre tette fel az üzleti politikáját, tulajdonképpen erre tette fel, hogy ne épít, lakásokat épít zömmel, de hozzá, segít hozzájutni az embereknek, arra, azoknak is, akiknek egyébként nem lenne rá lehetősége. Volt már olyan, hogy mondjuk át kellett tervezni ugye a növekvő árak miatt egy projektet, vagy esetleg halasztani kellett, hiszen akkor mondja, hogy fixáras a történet, tehát gondolom, ha szerződést kötnek, akkor emiatt a vevő nem fog valószínűleg visszalépni, hiszen tudja, hogy mire számíthat, de mondjuk önöknek mégis problémája volt belőle. Áttervezés volt, de nem ezen azok miatt, amit ön említett, hanem amikor elindult például a CSOK, akkor ugye hatalmas lendületet vett a lakásépítés, és mi éppen egy projekt indulásán fáradoztunk, amikor kijött az, hogy 60 négyzetméteres lakásokat támogat nagyjából ez a rendszer, akkor mi átterveztük, hogy olyanok legyenek benne, és igazából hát repülőrajtot vettünk ebben a dologban, és már így tudtunk fellépni a piacon, hogy a CSOK támogatás is érvényes volt. Egyébként így nem szoktunk áttervezni, sőt, azért sem, mert hogyha valaki idejekorán lép be egy ilyen lakásépítési projektünkbe, amikor még nem magas a készültség, hanem sok teret tudunk adni annak az egyéni elképzelésnek, amit a lakó magával hoz. Például a belső építészeti dolgoknak, és akkor a falakat lehet bizonyos adott keretek között nyilván lehet mozgatni. A falakat lehet egy fürdőszobát, egy nappalit, egy bármit, a belső kialakítást meg tudjuk oldani a csempéken, a padlóburkolatokon keresztül, akár a mai divatos ledvilágításon át. Nagyon-nagyon sok. Tehát mondhatnám azt is, hogy nincs, most egy 41 lakásos csinál, nincs benne két egyforma. Pedig 7 szintes. Mindenki olyat kér, amilyet szeretne. Nyilván, hogyha egy későbbi időpontban csatlakozik, akkor már akkor is megcsináljuk azt, amit szeretne és amit lehet, de akkor már egy bontási, átalakítási költség is csatlakozik hozzá, ezt viszont biztosan nem vállalják már sokan szívesen, ezért jó időbe jönni. Na még azért egy kérdés, az elmúlt időszakban mennyivel emelkedtek a négyzetméter árak, ha mondjuk az elmúlt 2 évet nézzük? Hát akkor azt tudom mondani, hogy Nyíregyháza vonatkozásában azért egy ilyen jó 10-15%-os emelkedést megfigyelhetünk, de ehhez hozzá kell tennünk, hogy mi is kétféle árat tartunk hadrendben, mert van a normál projekt, amikor a vásárlók úgy jönnek hozzánk, mint máshova, meg van egy másik projekt, amikor ez az úgynevezett előtakarékosság, amit így fél mondatokban említettem, az természetesen, mivel mi több éven át, akár 5 éven át is finanszírozok ezt a dolgot, annak egy kicsit magasabb az ára, de lakáshoz jut az illető, és az már az övé lesz. Éppen ezért ez a két ár létezik nálunk. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Modern, minden igényt kielégítő munkásszállás épült Nyírkarászon. A Mastergood csoport állami támogatással hozott létre szállást azoknak a dolgozóinak, akik nem a közelben élnek. Kerecsen József járt az átadón. Szinte pontosan 1 évvel ezelőtt még így álltak a munkálatok a Mastergood cégcsoport nyírkarászi munkásszállóján. Ma pedig már ez a kibővített, hatalmas térkövezett udvarral rendelkező, impozáns épület néz rá a település főutcájára. A belső közösségi terek is tágasak és kényelmesek, a rövidesen beköltöző dolgozók pedig 2 vagy 3 ágyas szobák közül választhatnak. A cégcsoport tulajdonosa az átadást megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, igazi otthont szerettek volna varázsolni munkavállalóik számára. Ahhoz, hogy megfelelő humán erővel rendelkezzünk, nem csak a munkahelyi körülményeket és az ott folyó környezeti, higiéniai és munkáltatói feltételeket kell biztosítani, tudomásuk kell venni, ha egy vállalkozás ilyen dinamikusan nő, mint a mi cégcsoportunk, akkor előbb-utóbb a logisztikai környezetben elérhető munkaerőt felszippantja. És hogyha a további termelési célok miatt többletfoglalkoztatottra van szükség, akkor bizony eldönti azt, hogy ennek megteremti a műszaki, technikai feltételeit. Ez a mai nap többek között erről szól, hogy egy sikeres cél elérése után elértünk egy olyan mérföldkőhöz, amikor egy nagyon szép létesítményt avattunk föl. Körülbelül ebben a körben
történt szűk másfél évvel ezelőtt, amikor ennek a létesítménynek az alapkövét lehelyeztük. Akkor is elhangzott néhány szám, ami a jövőbeni tervekről szól. Most ezeket a számokat kellő gyorsasággal, de megismétlem. Ezen a helyen, Nyírkarászon megvalósult egy olyan munkás apartman, ami olyan kulturált és élhető környezetet biztosít a leendő ideköltöző munkavállalóinknak, ami a ő komfortérzetét és a helyben maradását garantáltan és hosszú távon biztosítja. 84 fő részére készült el ez az apartmanszállás, ahol a szobák, a közösségi helységek mellett az udvar, a telek, sőt a telekhez tartozó majdnem 8000 négyzetméter kert még arra is lehetőséget ad, hogy valaki a mi segítségünkkel, palántákkal, magvakkal, eszközökkel segítve akár megtermeljék a napi zöldséggyümölcs igényüknek egy jelentős részét. A kisvárdai térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében munkaerő hiány alakuljon ki. Seszták Miklós azt mondta, ebben hatalmas szerepük van a fejlesztésekre törekvő vállalkozásoknak, amiben a Master Good példát mutatott az utóbbi években. Egy nagyon fontos trendnek a elején, közepén, vagy ebbe a trendbe vagyunk benne, hogyha 2010-ben megkérdeztünk volna a 10 embert, hogy el tudja azt képzelni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, hogy itt munkaerő hiánnyal fogunk küzdeni, és majd azon kell gondolkoznunk, hogy honnan lesz munkaerő bizonyos ágazatokba, akár úgy is, hogy nem lakóhelyen belül, hanem talán messzebbről jövőknek tudunk-e majd munkát adni. Biztosan mindenki kinevettük volna egymást, és azt mondtuk, hogy á, de hogy annak mi kell 20-30, akár 40 év is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe is olyan munkaerő helyzet álljon elő, amely szükségessé teszi az ilyen munkásapartmanoknak a megépítését. És lám, eltelt 10-12 év, és itt vagyunk, és aki nap mint nap vállalkozásokat vezet, munkaerővel foglalkozik, munkavállalókat vesz fel, azt ma látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlődésének az egyik lehetősége, de egyben nem mondom, hogy korlátja, de egyben kihívást tartalmazó feladata az, hogy hogyan tudunk biztosítani nagyívű vállalkozásoknak hozzá megfelelő munkaerőt. És én azt gondolom, hogy ebben tényleg élen jár a Master Good cégcsoport. A Master Good az utóbbi évtizedben 1100 fővel bővítette munkavállalói létszámát, jelenleg 2700 embert foglalkoztatnak. Román István megyei kormány megbízott azt emelte ki, a vállalkozás vezető szerepet tölt be a megye mezőgazdasági termelésében. Hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre jobbak a foglalkoztatási mutatók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal ezer szállal kötődik a megye gazdasági életéhez. Kevésbé szokott megjelenni a híradásokban, de onnantól kezdve, hogy egy építési terv megszületik egészen a használatba vételig, kollégáinknak rengeteg munkája van azzal, hogy ez megvalósulhasson, és azt látjuk az elmúlt években, hogy egyre több és több munkánk akadt, és most nem csak a Master Good cégcsoportról beszélek, hanem a megye gazdasági állapotáról, a megye gazdasági fejlődéséről is. Bizony elmondhatjuk azt, hogy a foglalkoztatási adatok évről évre javulnak, elmondhatjuk azt, hogy a megye korábbi években nem tapasztalt folyamatos gazdasági fejlődésen megy keresztül, és azt is elmondhatjuk, hogy a Covid okozta gazdasági válsággal is sikerült összességében megküzdeni, még akkor is, hogyha vannak olyan ágazatok, akiket ez sokkal nehezebben érintett. A kormány már 5-6 éve lehetőséget biztosított munkásszálló kialakítására. Kezdetben önkormányzatok, majd önkormányzati cégek, később vállalkozások is pályázhattak támogatásra. Mint az Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár elmondta, az ilyen jellegű beruházásokkal érhető el az,
hogy a megyében élő munkavállalók helyben keressenek boldogulást. Vagyunk itt néhányan, akik emlékeznek, hogy a munkásszálló, hát az inkább ilyen szolíd kabarétréfáknak a célpontja volt néhány évtizeddel ezelőtt. Mindenféle vidám vagy vidámnak tűnő történetek születtek, de azért ez már egészen más. És itt változott meg a szóhasználat is, és talán mondhatjuk, hogy ezek most már nem is munkásszállók, a programnév talán még mindig egy picit földhöz ragadt, hanem ezek tényleg munkáshotelek, munkásapartmanok, mert egészen mást várnak el azok a munkavállalók, akik most kerülnek ide, most költöznek ide, most vállalnak itt munkát. Nyilvánvalóan a komfortra gondolok elsősorban, illetve azokra a környezetek, tényezőkre, amit Bárány úr is mondott, hiszen azért a legfontosabb a mai világban, hogy a munkavállaló tudjon teljesíteni, ahhoz pedig, hogy tudjon teljesíteni, megfelelő környezetben kell, hogy tudja kipihenni magát, tudjon felkészülni a munkavégzésre. Nagy létszámú szobák, egymást zavarják, műszakos rend, egyik jön, másik megy munkába, ez már nem megy. Ezek voltak azok, amire utaltam, hogy bizonyos kabarétréfáknak lehettek egykoron célpontjai. Tehát most itt tényleg olyan körülményeket, olyan létszámbeli behatárolásokat kellett megvalósítanunk, ami tényleg emberi tényezőket is nagyon-nagyon komolyan figyelembe vesz. Gondolnunk kellett arra, hogy kis létszámú szobák legyenek, megfelelő felszereltségkel, megfelelő vizes blokk minden apartmanhoz, megfelelő telkonyha, tehát minden, ami a napi élethez tulajdonképpen nélkülözhetetlen, akár saját otthonunkban is. A nyírkarászi és a szabolcsbákai munkás apartmanok összesen 590 millió forintból épültek meg, amihez a kormány 260 millió forinttal járult hozzá. Az Aktív Magyarország mozgalomban elért eredményeiért kapott elismerést a múlt héten Deák Attila, a Középkori Templomok útja Egyesület titkára, aki vendégem a stúdióban. Jó estét kívánok! Először is gratulálok az elismeréshez. Köszönöm szépen. No, de azért, hogy mi is értékelni tudjuk, és tudjuk, hogy egyáltalán miről van szó, hát arra kérjük, hogy egy picikét avasson be. Aktív Magyarország. Miről szól a fáma? Ha jól tudom, én legalábbis amennyit így első körben láttam, van egy internetes weboldal, ahol összefoglalnak különféle túrázási, sporttevékenységi lehetőségeket az ország különféle pontjain. Hát ennél sokkal, nagyon dióiban, de nagyon igen. Szóval ennél több rétűbb az a dolog, amit az Aktív Magyarország kormánybiztosság végez. Összem, hogy 5 évvel ezelőtt nevezték ki Révész Máriuszt az Aktív Magyarországért kormánybiztosságnak az élére, azzal a feladattal, hogy egy alapvetően gazdátlan és olyan területnek a fejlesztését próbálja serkenteni, amilyen mindenkinek a perifériáján található. Tehát alapvetően a kerékpáros sporttal foglalkoznak, de a kerékpáros turizmussal, tehát akik túráznak, kevésbé. A természetjárásnak szintén nincsenek meg azok a szervezeti egyéb keretei, mint ahogy a vízi túrázásnak se, annak ellenére rengeteg embert mozgatnak ezek a tevékenységek. A Magyar Turisztikai Ügynökségben nyilván általában foglalkozik az aktív, vagy a turizmussal, de az aktív turizmus nem meghatározó helyen van az ő portfóliójában sem. És hát tulajdonképpen az Aktív Magyarország kormánybiztosság égisze alatt kezdett kibontakozni egy nagyon-nagyon szerteágazó tevékenység, aminek az eredményeként az elmúlt néhány évben elképesztő eredményeket értek el, tehát a túraútvonal fejlesztésen át a kisvasút fejlesztésig, a vándortáboroktól a Via Ferrát a pályákig nagyon-nagyon sokrétű dolog történt. Önök pedig díjat nyertek, miért nyerték el ezt a díjat? Az Aktív Magyarországért díjat ebben az évben alapították, abból a célból, hogy azokat az embereket díjazzák, akik az elmúlt években, évtizedben kiemelkedő eredményt értek el az aktív turizmus fejlesztése területén, és hát lényegében erről szólt ennek az 5 díjazottnak az elmúlt évtizedes, őt van, aki 30 éve foglalkozik ezzel a tevékenységgel. Hát ön is vagy 12. 12 éve. Igen, és hát az ön tevékenysége azért több rétű, hiszen ugye most úgy van itt a stúdióban, mint a Középkori Templomok útja Egyesület titkára, de egyébként még több pozíciója is van, ami összekapcsolódik, és kiadhatja ezt a díjat. Igen, adnánk. Középkori Templomok útja Egyesület az ugye 2017-ben alakult, tehát azóta vagyok ebben a szervezetben.
de szintén 2017 óta a Tiszántúli Református Egyházkerületnek vagyok a először fejlesztési referens, aztán fejlesztési és turisztikai referens, aztán most pedig fejlesztési csoportvezetője, illetve a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek vagyok az egyik elnökségi tagja. Ezek látszólag nem összekapcsolódó dolgok, de mégis, tehát nyilván úgy próbáltam én is a munkámat, életemet alakítani, hogy ezek nagyon koncentráltak tudjanak lenni, bár igaz, hogy ez három ló, vagy három pozícióról szól, de mind a felső Tiszavidékre részt. Tehát én bármelyik pozíciót, vagy feladatot nézem. Meg tudja ülni mind a három lovat. Egy területen próbálok mozogni folyamatosan, tehát nem annyira szerteágazó, mint amilyennek tűnik. Na nézzük akkor, hogy a megye, illetve az ország lakosainak mi lehet ebből az, amit tudnak profitálni. Tehát, hogyha ellátogatnak hozzánk, akkor a legjobb, hogyha beütik az aktivmagyarország.hu internetes oldalt, és ott a mi térségünkben linkelgetnek? Az aktivmagyarország.hu rengeteg túraajánló van egyébként szerte az ország különböző régióiról, tehát valóban nagyon gazdag ebben a tekintetben ez a felület. Hogyha kifejezetten itt a térségnek a túra lehetőségeire kíváncsi, főleg kerékpáros túrákat tudok ajánlani, akkor az örökségtúra.hu-t tudom inkább ajánlani. Itt találhatóak azok a túraútvonalak, túra lehetőségeket, amit saját magunktól is meg lehet tenni, vagy végig lehet rajta menni, illetve szervezett formában mi évente kb. 15-20 túrát szoktunk szervezni ezeknek az útvonalaknak a bemutatására, amit szervezett keretek között, tehát túravezetővel, szakvezetővel szoktunk, illetve a komplett szervezést mi szoktuk ellátni. Alapvetően én azt gondolom, hogy talán ez a díj egy picit erről is szól, hogy most kezd beérni azt, hogy ez a Felső-Tisza-vidék nyírség, de főleg a Felső-Tisza-vidéket tudnám mondani, aktív turisztikai szempontból egy elképesztően potens terület. Az, hogy vízitúrázási lehetőségek vannak a térségben, ezt már régóta lehet tudni. De az, hogy országnak a másik feléből is jönnek. Igen, ez egy régi tudás, vagy mindenki tudja, de az, hogy kerékpártúrák szempontjából is nagyon erősek, ugye itt főleg az árvízvédelmi töltésekre kell gondolni, ez egy nagyjából 10-15 évvel ezelőtti jelenségről van szó, és még valahogy ott a kezdet-kezdetén már elkezdtem ezzel foglalkozni. Úgyhogy elképesztő módon felértékelődőben van maga az aktív turizmus országos szinten. Ezen a díjátadó konferencián hangzott el, hogy egész Európában, Magyarországon fejlesztik, vagy fejlődött legjobban az aktív turizmus az elmúlt években. Beszéljünk azért a térségünkről, hogy itt milyen lehetőségek vannak akkor a kerékpáros aktív turizmus tekintetében. Hát egyrészt, ami egy óriási szerencséje a vidéknek, és azt gondolom, hogy ez egy behozhatatlan versenyelőnye, az árvízvédelmi töltés hálózat, ami hát nyilván nem kerékpáros túrázóknak vagy kerékpáros turizmus céllal épült annak idején, hanem árvízvédelmi céllal, és az sem egyedi jelenség, hogy vannak töltések, de az viszont ritkább, hogy ezeket aszfaltozzák. Tehát stabilizálnak nagyon sok helyen töltéseket, de az, hogy itt szinte végig aszfaltozott infrastruktúrán lehet haladni, ez egy óriási nagy előny. Ez kb. 200-250 kilométerről beszélünk, amit hogyha egybe kapcsolunk, akkor ez egy nagyon tekintélyes infrastruktúrát jelent. Egyben van kapcsolva? Egyben. Ez volt a díjnak egyébként az egyik vagy másik oka, hogy nekem az elmúlt 2019 és 20 között foglalkoztam ennek a nyomvonalnak az összekapcsolásával. Tehát most jelenleg Záhonytól Debrecenig ez durván 350 km hosszan van egy kitáblázott nyomvonal, aminek az a lényege, hogy több száz orientációs és információs tábla segíti a töltés, vagy az itt bringázókat. Ugye a töltéseken pont ez volt a probléma, hogy hiába van egy nagyon jó infrastruktúra, de hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk, mert ezek elkerülik a településeket. És most valaki bicajra pattan Debrecenbe, akkor az egész régiót fel tudja fedezni ezeknek a tábláknak a követésével. Tehát bocsánat, említette, hogy ugye táborokat is szerveznek, meg önök is tényleg szerveztek is, tehát ha valaki egyénileg indul neki, akkor sem lesz elveszve. Nem, nagyon, nagyon szépen nyomon követhető most már a térség. Ezen túlmenően? Ezen túlmenően, ami az elmúlt években tehát az, hogy van egy jó infrastruktúra, az egy óriási nagy előny, de van egy másik fegyvertény, ez pedig a település szerkezet, ami szintén nem egy versenyelőny. Arra kell gondolni, hogy általában az Alföldön unalmas a kerékpározás, mert hogy 20-30-40 kilométerre vannak egymástól a települések, viszont egyedül a Felső-Tisza-vidék az, ami egy apró falvas település szerkezettel rendelkezik, és emiatt egy könnyű, könnyen tekerhető, tehát
Általában úgy gondolnak az emberek a kerékpáros turistákra, hogy imádják a hegyeket, ez nem igaz. Tehát van, aki szereti, de a többségnek azért ez megterhelést okoz, és bennünket előszeretettel választanak, mert könnyű területről van szó, és ami attraktív. És azon túl, hogy nagyon jó a település textúrája a régiónak, van egy másik előny, hogy irgalmatlan nagy számban találhatóak vonzerők ebben a területen, tehát bármelyik településen, bármelyik kis faluban valami nagyon jó pofa, középkori templom, népi építészeti emlék, természeti látnivaló bújik meg. Tehát azt gondolom, hogy ezek a versenyelőnyei ennek a régiónak. Beszéltünk a kerékpárutakról, hogy több mint 300 kilométer, de ez nem jelenti azt, hogy ugye ez a települések között is van kerékpárutas összekötés, ugye? Tehát, de, hogy, igen? De, tehát a árvízvédelmi töltések... Amit az önök által meghatározott útvonalon belül, tehát a Záhony és Csenger között mondjuk úgy, hogy az árvízvédelmi töltések vannak főszerep, vagy ők a főszereplők, viszont Csengertől egészen debreceni külterületi kerékpárút hálózat épült ki. Tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy ez most nem tudom fejből, hogy hány száz kilométerről beszélünk, de végig külterületi kerékpárúton lehet haladni Csengertől Debrecenig, ez egy óriási táv. Nézzük azok szemszögéből is, akik ezzel foglalkoznak, a turizmus, hogy ez miért lehet jó, illetve elindult-e már valamilyen fejlődés e tekintetben, hogy azok is tudnak ebből profitálni, akik szállást biztosítanak, akiknek éttermük van. Még mielőtt erre a konkrét kérdésre rátérnénk, van egy nagyon fontos lépés még ebben. Az, hogy van egy jó infrastruktúra, vannak jó adottságok, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy kerékpárosok számára egy kerékpáros barát térségről beszélünk. Ennek érdekében rengeteg olyan fejlesztést valósítottunk meg az elmúlt években, amitől ha ide jön egy kerékpáros csoport vagy kerékpáros túrázó, ő úgy érzi, hogy itt várják, hogy szívesen látják. Kerékpáros túraközpontok, pihenőpontok épültek 13 településen itt a gerinc hálózat mentén, ami végig van táblázva. Ezek mikor üzemelnek, bocsánat? Ezek egészében, tehát van, ami a kerékpárok biztonságos elhelyezését szolgálja, van, ami szálláshelyen van ötvözve, van, ahol információt lehet kapni. Nyilván a kerékpáros turisták azért nem 12 hónaposra vannak rendezkedve, hanem inkább ez a április és október között szoktak útra kelni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő szintén a térség aktív turizmusának, hogy azt érzik, hogy várják, és van egy nagyon korszerű kiszolgáló infrastruktúra. A másik komoly változás, ami már így az év végétől, jövő év elejétől lép életbe, hogy kerékpáros barát szolgáltatási rendszert alakítottak ki országos szinten, ez a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség gesztorálásában zajlik, aminek az első két mintaterület az a Felső-Tisza vidék Zemplén, illetve Sopron környéke, pont itt indult az első két ilyen Európai Uniós projekt, és hát ennek az pont az a célja, hogy azokat a szolgáltatókat próbálja meg bevonni erre a területre, akik a kerékpáros turisták számára fontosak lehetnek. Úgyhogy most már van ilyen, hogy kerékpáros barát minősítési rendszer, ami a szálláshelyek, éttermek tudnak csatlakozni, és azt gondolom, hogy évről évre egyre több túrázó érkezik a régióba, tehát ők egyre inkább fognak ebben üzleti lehetőséget látni. Majdnem minden kerékpáros bakancs listáján szerintem a Balaton kör az szerepel. Ezen túlmenően akkor most már a következő, tehát azt szeretnék elérni, hogy a következő listán ott szerepeljen a Felső-Tisza vidéken? Abszolút, én ezt fején találtam azt mondjam, mert hogy tényleg a lényeg az ez, tehát a kerékpáros társadalomnak beégett az agyába az, hogy a Balaton körbe kell egyszer életébe tekerni, és 24 órán belül. Ez egy kötelező. Vannak még ilyen kötelező listák a Velencei tó, vagy Fertő tó, vagy de általában a tókerülő tó, azért meg körtúra, és a körtúra az mindig könnyű logisztikával jár együtt, a hegykerülők is népszerűek szoktak lenni. Hát a Felső-Tisza az nem kör, hanem az egyértelműen vonal, tehát nem lehet másképp szervezni. Itt a cél az valóban az, hogy ez a bizonyos mondjuk Kisvárda és Debrecen között, ez egy 5 nap alatt teljesíthető, több mint 400 kilométeres túraötvonal lenne, aminek én most azon dolgozom a elkövetkezendő években, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon országosan jól hangzó termékké, örökség és aktív turisztikai termékké tudja kinőni magát. Na hát így legyen, sok sikert kívánunk mindehhez. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Önöknek is köszönjük, hogy velünk tartottak. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Viszontlátásra!